A narcisztikus visszaélés megbocsájtása és a visszaélési amnézia. Mi a különbség a visszaélési amnézia és a narcisztikus személyekkel szembeni való megbocsátás között? Megbocsátás. Gyakorta lehet hallani erről a médiákban. Ha stresszmentes életet szeretne élni, ha meg szeretnénk tisztítani az energiacsatornáinkat, ha megbocsátást akarunk nyerni Teremtőnktől, akkor mi saját magunk is meg kell tanuljunk megbocsátani. Buddha szavaival ragaszkodni a haraghoz olyan, mint egy ízó szén darabot megmarkolni, hogy valakit megdobhassunk vele. Mi leszünk azok, akik megégetjük magunkat. A Biblia pedig azt tanítja nekünk a Lukács evangéliumban, ne ítéljetek, és nem ítéltetek. Ne károsztassatok, és nem károsztatok. Megbocsássatok, néktek is megbocsájtatik. A megbocsátás a valódi harmóniához vezető út. Jó lehet, nagyban eltér a megbocsátás ténye attól, ha engedékenyek vagyunk olyas valakivel, aki helytelenül viselkedik velünk szemben, következmények és védekezés nélkül felhatalmazva őt a cselekvéseire. Az őszinte megbocsátás egy szeretetteljes és egészséges cselekvés, amely abból a feltévésből indul ki, hogy mindkét fél tanul a történtekből, és tovább fejlődik. A visszaélési amnézia egy egészségtelen reakció, mivel a tettes ezáltal nem tanul, és nem fejlődik. Ellenkezőleg még több jogosultságot kap bántalmazó cselekvéseinek folytatására. A következőkben szeretnék egy a megbocsátás és a visszaélési amnézia közötti összehasonlítást felmutatni. 1. Megbocsátás. Az elkövető igyekszik többnyire, hogy az elkövetett vétséget ne ismételje meg. Visszaélési amnézia. Az elkövető nem tervez változást, mivel nincs előnytelen következménye a cselekvéseinek. 2. Megbocsátás. Amikor az elkövető felismeri, hogy viselkedésével megbántod egy másik embert, bűntudata keletkezik. Visszaélési amnézia. Az elkövetőt nem érdekli, hogy cselekvéseinek negatív hatása lehet másokat tekintve, beleértve saját szüleit és gyermekeit is. 3. Megbocsátás. A megbocsátás által létrejött változások egy stabil környezetet teremtenek az otthonban. Visszaélési amnézia. A visszaélési amnézia nem teremt pozitív változásokat az otthonban. Ellenkezőleg, inkább nagyobb bizonytalanságot hoz létre, főképp a gyermekekben, amelyek esetleg jelen vannak a bántalmazáskor. 4. Megbocsátás. A megbocsátás minden érintett számára egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb jövőt tesz lehetővé. Visszaélési amnézia. A visszaélési amnéziának alkalmazása esetében az elkövető magatartásának elfajulására lehet számítani, ami testi bántalmazáshoz is vezetett. A következőkben néhány példát szeretnék felmutatni. 1. Megbocsátás. A párjának szerelmi viszonya volt. Csak egyszer történt, és valóban megbánta. Megígéri, hogy befejezi a viszont, és együtt elmennek párterápiára. Visszaélési amnézia. A párja számos viszonnyal rendelkezik,
postítóátakkal is. Annak ellenére, hogy ön szembesítette ezek tudomásáról a párját, az nem tervez semmilyen változást. Viselkedése folytatódik, mielőtt önnek már normálisá is válik a hűtlensége. 2. Megbocsátás. Pálya stresszes helyzetben van, elveszíti az önuralmát, és néhány percig üvölt és tombol. Ez nem megfelelő viselkedés, ezért később visszajön, és bocsánatot kér, bevallva, hogy hibázott. Visszaélési amnézia. Az üvöltözés és a tombolás megszokott viselkedési forma a párja számára, mivel szerinte minden kiborulás jogos. Ön soha nem tudja, mikor történik majd a következő tombolás, és rettegésben éli életét épp úgy, mint a gyermekek, akik esetleg önökkel laknak. 3. Megbocsátás. Párja egy sértő megjegyzést tesz egy vita közben. Azonnal megbánja, és jóvá próbálja tenni. Visszaélési amnézia. Párja gyakran sértegeti, támadja az önjellemét. Ha ön ezt szóva meri tenni, eltűnik egy néhány napra, ezáltal büntetve önt a panaszkodásáért. Amikor bántalmazó visszajön, ön beengedi őt, mint ha semmi nem történt volna. Összefoglalva, a megbocsátás valóban megbocsátás, miközben a visszaélési amnézia egy megtagadás. A visszaélési amnézia által hosszabbodik, folytatódik a bántalmazás, mivel a tettes soha nem szenved a tettei következtében. Nincs motiváció a változásra, és a továbbiakban sem érdekelt abban, mivel mindig talál valaki mást, akit a szerelmi bombázás által be tud hálózni. Ön bármikor azonnali hatállyal felcserélhető. Mivel a narcisznak valójában soha nem voltak őszinte érzelmei önnel szemben. És amik az elején annak a látszatát is kelti, hogy a következő partneréhez erős érzelmi szálak fűzik, ez soha nem történik meg. Ne gondolja, hogy ön jót tesz a narcisztikus párjának, ha megbocsájtó vele szemben. Amennyiben elnézi a visszaélő viselkedését, ebből ő rendszerességet alakít ki, és ez a mérgező rendszer térdre fogja kényszeríteni önt gyermekeivel együtt. A megbocsátás által egy normális partner jobban fog igyekezni önnel szemben. A visszaélési amnézia esetében ön soha nem lesz elismerve vagy értékelve. Egyes esetekben hosszan tartó pszichikai károkat okozhat, mint például, amikor az áldozat tétlenül nézi, ahogyan a párja szexuálisan bántalmazza a gyerekeket, de nem állítja meg, és nem is jelenti föl. A megbocsátást esélyt nyújt a múltbeli hibák helyesbítésére. A visszaélési amnézia egészségtelen, és egyre több sérüléshez, ezáltal egyre több bántalmazó viselkedéshez vezet. Amennyiben ön visszaélési amnéziát gyakorol, elképzelhető, hogy ön egy tanult tehetetlenségi viselkedési forma által szenved. A tanult tehetetlenség egy olyan mentális állapot, amelyben az érintett, akit arra kényszeríthetnek, hogy fájdalmas vagy kellemetlen külső ingereket viseljen el, képtelenné válik azok elkerülésére, illetve vonakodik is attól, hogy kiemelje magát a kellemetlen helyzetekből, mivel előző bevésődések által azt tanulta meg, hogy nem képes ellenőrizni bizonyos élethelyzeteket. Példaként szeretném megemlíteni a Seligman kutyakísérletet, amelyben áramütéseket adtak kutyáknak bizonyos feladatok elvégzésekor. Akkor is, amikor jól végezték a feladatot, de akkor is,
amikor nem végezték a feladatot. A kutyák annyira zavarodottá váltak, hogy a végén feladták magukat. Lefeküdtek, és deprimáltan még sírni is kezdtek. A kutyák itt tanult tehetetlenséget éltek meg. A narcisztikus személy viselkedésével ugyanezt a reakciót ülteti az áldozatába, szisztematikus agymosással, ellentmondó viselkedéssel és ellentmondó szavakkal, bűn áthárítással, gázlángulással és más viselkedési formákkal, amelyek végül traumakötődést teremtenek az áldozatban. Lehet, hogy ön jelenleg még tagadási stádiumban van, mivel folytatni szeretne a kapcsolatot. Még kapaszkodik abban a reményben, hogy a dolgok majd valahogyan rendbe jönnek. De amennyiben önnek egy narcisztikus, illetve más típusú antiszociális párja van, a dolgok sajnos nem fognak rendbe jönni. A visszaélések súlyosbodni fognak, és ön a gyermekeivel együtt egyre jobban károsolnak. Fel kell ismerni a tényeket, és ezek szerint saját kezébe venni életének irányítását. Ön már nem tehetetlen, képes arra, hogy kiemelje magát egy rossz kapcsolatból, még ha gazdasági nehézségekkel is fog járni. A passzív viselkedésének a költségei viszont felülmúlják minden gazdasági tényezőt, hiszen a pszichikai sebek önben és a gyermekeiben talán már nem lesznek könnyedén gyógyíthatóak.